633 millió forint európai uniós és kormányzati támogatásból valósította meg Dány község önkormányzata Dány-Szent Király csatornázását és a település szennyvíztisztító telepének bővítését. Az ünnepélyes átadásra 2015. december 4-én került sor. Gyermekprogramokkal, színpadi műsorokkal, kirakodó vásárral, kézműves foglalkozásokkal, süteménnyel, meleg teával és forralt borral várták a kistarcsai lakosokat a Mindenki karácsonyára december 4-én a Csigaháznál. December 5-én rendezték meg a kistarcsai városi úszodában a Mikulás kupát. Az óvodások és alsó tagozatos iskolások számára meghirdetett úszóversenyt hagyományosan már 24 éve szervezik meg a városban. December 5-én a főtéren és a faluházban is többféle karácsonyváró programmal kedveskedtek kicsiknek és nagyoknak Szadán. A látogatókat többek között meseszínház, kirakodóvásár, népi játszóház és kézműves foglalkozások várták.